Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk, a Paletta nézőit augusztus 3-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban két különböző indítatású költővel láthatnak beszélgetést. Először tehát következzék Deák Mór. Kedves nézőink, ahogy ígértem, Deák Mór költő a vendégem. Talán emlékeznek rá, a fehérvári beszélgetésekben beszámoltunk egy rövid életút interjúban, hogy mi minden történt vele attól a pillanattól kezdve, hogy a költészetet választotta hivatásául, egyik hivatásául. És talán arra is emlékeznek, hogy egy Budapesten készítettünk a Hungarovox kiadó jóvoltából egy beszélgetést, illetve beszélgetéseket, ahol is a Hittelenítés című verseskötete megnyitóján Dényi és Józseffel sikerült beszélnünk, hiszen ők ketten remek barátok. Most pedig folytatjuk, hiszen itt van egy kötet a kezemben, Tőre címmel, egy verseskötet. És tisztelettel köszöntöm Deák Mórt. Köszönöm, hogy meghívtatok, üdvözlöm a nézőket én is. A Vörösmarty Társaság rendezvényein azért már volt alkalmunk találkozni, de én azt gondolom, hogy tekintve, hogy Biatorbányon élsz, ez ritka nagy kincs egy ilyen beszélgetés számunkra, annál is inkább, mert hogy ritka nagy kincs valamennyi megjelent verses kötetet, egészen különleges. No, mielőtt, hogy miért is mondom ezt, akkor kezdjük talán azzal, hogy Dényi és József ebből a kötetből is megzenésített számtalan verset, és most meg fogunk nézni egyet. A lehajtott fejű országokban, kiveszőben a lélek. Azt hittem, te hazám leszel, de egyedül se félek. Éltek itt sokan, kicsik, nagyok, akik helyettem éltek. Nekem nincs hazám, otthonom, de egyedül se félek. La 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 la, de egyedül se félek. Leszek én végül, leszek aki, azt mondom ennek vége. Ha háború, hát elmegyek, csak legyen végre béke. Emelt föl fejet, ha bár nehéz, mondd ki, hogy ez nem élet. Vagy hagyj magamra egyedül, én akkor se félek. La-la-la-la-la-la-la-la, én akkor se félek. Ez a nép tesz rosszat és jót, és hát mindenre képes. De hát közös nagy ég van fölöttünk, én egyedül se félek. Gyere velem, mert innentől nem velem jönni vétek, vagy hagyd magad kiirtani, én egyedül se félek. La-la-la-la-la-la-la-la, én egyedül se félek. Hát azt hiszem, hogy mélyre hatott ez a dalsor. Tetszettek volna ugye ez a cím, a lehajtott fejű országokban kiveszőben a lélek, azt hittem a hazám leszel, de egyedül se félek. Ez egy komoly gondolatsor. Volt egy tematikus könyvem, a Hittelenítés, ami a Püskijéknél jelent meg. Azok közéleti versek voltak, tényleg tematikusak, a hazámmal és a magyarsággal foglalkoztak. De mielőtt bárki visszahőkölne, hadd mondjam el, hogy én nem a zsinóros mentés magyar vagyok. Én nem magyarkodom, sőt, én is visszahőkölök a magyarkodóktól. De ez a kis ország, a hazám, bármit tesznek vele, nekem akkor is a hazám. És föl fogom emelni érte a szavamat mindig is.
Ez rendkívüli méltóságot kíván, és én azt gondolom, hogy ma, amikor elterjedt most teljesen mindegy, hogy természetesen név nélkül a könnyedebb, a fiatalokhoz szóló játékos versorok uralják a magyar irodalmat, soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy egy ilyen kötet megjelenhessen. Mi az előzménye? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a számtalan kötetet közül valamennyi ilyen. Nagyon érdekes. Ezért van szükség a szeretetre, mert én már nem nagyon reménykedtem abban, hogy egy egész kötetnyi új vers fakad belőlem, míg nem aztán jött ugye egy évvel ezelőtt Dinnyés uram, és az, hogy ennyire szeretett, ennyire mélyen átérezte, amit írok, ez olyan fontossá vált számomra, hogy bizony egy egész kötetet tudtam írni az ő szeretetében fürödve. Ezek egyszerűen bárhol nyitom ki, itt van például a törpenóták, a törpékkel olyasmi baj van írott, hogy mindent tudnak, csak sokkal jobban, és hogyha ezt nem egészen érted, kétségbe vonják törpeséged. Ez egy olyan jelleges típusú társadalomkritika, amire mindennél nagyobb szükségünk van. Fontos számodra, hogy megjelenítsd mindazt, amit tapasztalsz a hétköznapokon? Igen, bár az ordításról már leszoktam, hiszen tehetném egész nap ordítani, vagy egész nap sírhatnék, de hát egyrészt, ha mindenki sír, én nem fogok. Másrészt ordítani azért nem érdemes, mert mintha tudatosan hagynák, hogy az emberek ordítsanak, mert így nem hallatszik, hogy mi a mondandója az ordításnak. És bár optimista nem vagyok a hazámat illetően, nem adom föl. Tehát ez olyan, mint a reggeli kelés, meg én a mai napig sportolok. Nem hagyom abba. Most már erre a kis időre nem hagyom abba sem a sportolást, sem a hazámféltést. Íve van a történeteidnek. Ez szomorúság szüli, vagy van benne bőségesen olyan emberi düh is, ami azt hiszem természetes ebben a felgyorsult világban? Azt hiszem, hogy a dühöm már senkit nem érdekel, és írtam régebben még a, nem mondom ki a nevét, miniszterelnök alatt, olyan verseket, amiket, ha nem is szégyellek, ma már bánok, hogy belekerültek könyvekbe. Ilyen verseket sajnos most is lehetne írni, de inkább átszűröm magamon. Pont a Dinnyés mondta azt, hogy vannak dalok, amik küldött dalok, amikhez nem sok köze van az embernek, meg vannak csinált dalok. Na most én már csinált dalt nem akarok. Ha nincs küldött dal, akkor nem fogok hozzá. És úgy látszik, hogy az én szűrőim így működnek. Tehát szoktak ilyeneket mondani, hogy szócső vagyok, meg katalizátor, meg stb., de én nekem tényleg az a legjobb. A legcsodálatosabb pillanat, amikor egy író-olvasó találkozó után oda jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy te helyettem beszéltél. Ez a csönded vagyok elv, ez működik a 21. században? Én szerintem mindenki másképp közelíti meg a dolgokat, ugye hát különbözőek vagyunk. Egy csúcsokra is többféleképpen lehet fölmenni, hát az enyém nem a legkönnyebb út. Tudnélik, ha belegondolunk, hogy megtanítanak bennünket egy csomó dologra, ami az élethez szükséges, már ugye az iskolától kezdve, csak éppen élni nem tanítanak meg. Tehát az élethez szükséges dolgok használatát ismerjük, megtaníthatóan, de élni nem tanítanak meg. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy csak az én 61 évem alatt, és ezek tények, elvesztettük a bakelit lemezt, a kazettás magnót, a szalagos magnót, a fénycsöves tévét, a kis C64-es számítógépet, most már a CD lemezt is. Hát ha ez fejlődés, nem vagyok benne biztos, hogy örömet okoz nekem. Egyszer mentem le, a gyerekeim még kicsik voltak, tűző nap, és mentem le anyámékhoz Siófokra,
beszorultunk a Róbert Károly körúton, 38 fokról, és arra szóltunk a dugóban egy szombat délelőtt. És fütyörészve elsétált mellettem egy csöves. Leaszfaltozzuk a félvilágot, rossz hatásfokú motorokkal szennyezzük a környezetünket. A legtöbb ember nem tud vezetni, tehát életveszélyes. És akkor fütyörészve elmegy mellettem egy gyalogos. Biztos, hogy igazunk volt? Szándékos ez a csend részemről, elgondolkodtató, amit mondtál. És ahogyan tovább, az még inkább elgondolkodtató, ezt tudjuk mindnyájan, akik odafigyelünk. Viszont én azt gondolom, hogy ez a kötet bebizonyítja, hogy lehet ezeket a gondolatokat úgy elénk tárni, hogy aztán alig tudjuk letenni, és elgondolkodtat bennünket. És itt a beszélgetés végén pontosan ezért arra kérlek, hogy olvasd fel azt a verset, amelyet te kinéztél magadnak, amit valaki olyasként valakinek írtál, aki nagyon sokat segít abban, hogy ebben a szomorú világban, furcsa világban azért otthonra lej. Hadd jegyezzem meg, hogy ugye ezek új versek tényleg. Az első rész, a Pőre, az volt az első vers, amit a Dinnyés megzenésített és megkeresett vele. A Pőre közéleti verseket tartalmaz ez a ciklus. A második ciklus gyerekverseket, vagy ilyen Vörösanyi bácsi féle hozzáállással gyerekverseket. A meghívó a sajnos szomorú, mert itt az elvesztett barátaim után jaj kiáltok. Aztán van egy Perem című, az 59-es járat az nagyon személyes, tehát ott sok hosszú vers, szabad vers. Az utolsó ciklus címe az, hogy utolsó, és az utolsó vers nem véletlenül az az utolsó, azt most elolvasom. Tudnék, már majdnem készen álltam rá, hogy Thaiföldön fejezem be az életemet egy kolostorban, Chiang Mai-ban. Jártam ott hátizsákos turistaként, hónapokig kint voltam. Közel voltam hozzá, hogy elmegyek Thaiföldre, és beállok szerzetesnek. Amikor is jött az életembe, 9 éve egy hölgy, Edinának hívják. Tehát lelked jobbik feléhez szól ez a vers. Már nem szeretem a reggeleket, csak amikor rám nyílik szemed. Ágyamba hívtam az alkonyokat, napom utolsó sugara te vagy. Magamra hagytak, elmentek a hegyek. Így hát a dombok is elvesztenek. Nézem szememben a kavicsokat, napom utolsó sugara te vagy. Életemben napsugárha volt, előbb-utóbb bekormozta a hold, kerti padomra ült az alkonyat, napom utolsó sugara te vagy, és amikor minden elsötétedik, és csak dudorászok végső csöndemig, és milliárd halállá hull a nap, utolsó sugara te voltál, és te vagy. Azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond. Nos, hát mit kívánjak? Amit Bella Pista. Szenvedést és megszenvedést, szenvedét és boldogságot, örömet. Nagy kisiklások ebben az életben már nem várhatóak tőlem. Tehát ha még írni fogok, akkor ezt a megtalált hangot fogom folytatni. A következő beszélgető társamat elsősorban sportközvetítései okán ismerhettük meg, de Somos Ákosról azt is tudnunk kell, hogy az olimpiát, világ és Európa bajnokságokat megjárt kiváló sportriportert költőként is sokra hivatott. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, Somos Ákos a vendégem, és ezúttal nem sportriporterként, hanem a szépirodalom egyikén. Azt gondolom, az már túlzás lenne, hogy azt mondjuk, hogy
fiatal tehetség nem így van. Egy kiérlett versíró, akinek a cikkjeit is olvassuk mi, de most a kezembe került egy vers, illetve több vers, sőt, tehát a vers kommentárt azért én figyelem, hiszen az is egy másik műfajban, én azt gondolom, hogy egy fantasztikus kezdeményezés. És még mielőtt ezekről a versekről beszélnénk, én mondok egy sort, te ki fogod találni, hogy miért is. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma, holnap, és ki legyen. Kinek legyen tiszta sor, hogy haladás vagy haza, kinek legyen úgy, hogy többé ne mehessen haza. Kit várjon a boldogság kék tengerén egy bárka, kit viszont a vászrátóti köztemető árka, kinek jusson épp elég hely az Isten tenyerén, Budafokon, Budaligeten és Mátra terenyén, Békésbe és Hevesbe, és kimenjen a levesbe. Hát először is köszönöm szépen a megszólítást. Nagyon örülök, hogy nem használtad a költő kifejezést, mert a költő az az, akitől most idéztél, ugye Erdős Virágnak az egyik legismertebb verse, és gondolom azért ezt idézted, mert ugye ő engem valóban inspirált, és a most nemrég nyomtatásban megjelent verseim közt van olyan, amit kifejezetten ugye ő neki ajánlottam, illetve egy kicsit az ő stílusában is írtam. Az az igazság, hogy ezzel együtt mondom, vannak olyan kollégáim, sportújságírók, meg újságírók, akik írtak már könyveket. Van köztük, aki ez alapján írónak is nevezi magát, tehát kvázi a névjegyét az is megvan, hogy ő szépíró. Én meg azt gondolom, hogy azért az egy teljesen más pálya. Holott és te magad is írtál könyvet. Igen, könyvet. Írtam fehérvári sportéletről, írtunk, hát közösen is jelentek meg könyveink, de azért az irodalom és a szép irodalom az egy nagyon komoly dolog. Én szeretek verseket írni, szeretek vers paródiákat, meg ilyen átköltéseket, és egy ideje valóban írtam saját verseket, és kaptam olyan biztatást általam nagyon sokra tartott költőtől, hogy keressem meg ezzel ezt vagy azt a szerkesztőséget. Mielőtt arról beszélnénk, hogy arról az útról, ami elhozott eddig, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez egy hosszú út volt, és az első pillanattól kezdve a tiéd azért ott volt a szép irodalom a lelkedben, és kifelé is. Ha már egyszer szóba került, akkor szabad a választ, tisztelet Erdős Virágnak. Én erre figyeltem fel egyébként, nem titok, az Élet és Irodalomban volt egy egész oldal, ezt mielőbb azért megmutatom. Ez jó néhány vers, és fantasztikusak. No, van egy ország nekem szülő, hazám, hazám, te merülő, forraló a vizet bugyog, lekapcsolod, mert már unod. Amit vakok tévéportál, betörtek, míg vécén voltál, téged és a házadba is, és már el vagy fáradva is. Isten kalapján bokréta, se tábla, se fehér kréta, se szappan, se tiszta ágytál, hazám, hazám, erre vágytál. Ne jöjjön be, maradjon ott, hol mondta a parancsnokod, jött menteket leszavazó, büszke nemzet sorakozó, egy a zászló, ég a tábor, tűz úgy jó, ha messze lángol, mutatja merre az irány, menjünk, te meg húzd rá, cigány, megittad, bár rossz volt, fanyar, mégis győztes, talpra magyar. Hadd lobogjon sorsa fel, az utolsó oltsa el. Hát némi társadalomkritika természetesen van benne, hiszen ezt megszokhattuk tőled. És akkor most arról beszéljünk, hiszen Erdős Virág egy példa és példakép számunkra, és nem csak ő, hanem a mai kortárs költők, nagyon-nagyon sajnálom, hogy itt Székesfehérváron keveset jelennek meg, de bizonyos vagyok benne, hogy a mai fiataloknak óriási szükségük van. Kezdjük az irodalommal, azt tudjuk, hogy felcseperedő kicsi gyermekként is már irodalomkedvelő voltál, de mikor jöttek a versek? Nagyon korán. Hát nekem az édesanyám ugye magyar tanár, a családban van más is, a pedagógiai vonulat az gyakorlatilag végigment a családon, és hát mi úgy nőttünk fel, hogy mint sok más gyerek az én korosztályom, a Vörös Sándornak a verseit skandáltuk, meg szavaltuk, meg taglaltuk, ugyanakkor, hogy talán még az értelmét nem is fogtuk fel, csak a ritmusát. Ugye Vörös a magyar irodalom, meg talán a világirodalom egyik legnagyobb zsenie, a legnagyobb forma művésze. És hát az ő, ugye Ha a világ Rigó lenne című kötetén felnőve, már amikor a kis ilyen szekéren, kordéban húztak minket a bölcsödébe, az akkori Schönherz most Gyümölcs utcában, és már akkor azt kiabáltuk, hogy futrobog a kicsikosi. Tehát, hogy ezek a versek és a vers iránti érdeklődés az nagyon hamar kialakult bennünk.
A másik ilyen inspiráció az a Básti Lajos által elmondott Toldi volt, amit meg ilyen dupla bakelit lemezen hallgattunk annak idején Rongyosra. És hát én magyar szakra mentem a gimnázium után, és tulajdonképpen az irodalom az hát nagyon kevés olyan dolog van, ami így végig húzódik, végig kíséri az életemet, de az irodalom és a versek szeretete az mindenképpen az egyik. Igen, azt tudjuk, hiszen az a játékos sportkommentátor Somos Ákost is ismerjük, és azért itt ne felejtsük el, hogy hát ha van olyan ember Magyarországon, illetve Székesen, aki nem tudja, hogy ti ugye ikrek vagytok, Somos Zoltán, a mi médiacentrum munkatársunk, és hát azért az egy veretes sportriporteri pályafutása tiétek, olimpiákkal, VB-kkel, EB-kkel nem különben. De még természetesen a versnél maradunk. Például én nézem és olvasom a vers kommentátort. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos történet az életedben is, hiszen olyan embereket kérdezel meg a versről, máról például én Bíró Krisztát olvastam, fantasztikus volt. Uh-huh. Ez hogy jött? Hát a költészet napjára készítettem egy összeállítást, egy cikket, amiben ugye a versekről kérdeztem meg embereket, olyanokat, akiknek közvetlen közük van hozzá, mert akár színészként, akár költőként versekkel dolgoznak, és ők ugyanazokra a kérdésekre válaszoltak. Ugye nyilván a lényeg az volt, hogy a mai világban mennyire fontos, vagy miért jó, vagy miért kell a vers. A Bíró Kriszta, az Örkény Színház művésztője volt az egyik, aki válaszolt. A vers kommentátorság az pedig nem tudom, hogy arra gondolsz, amikor én, hát van egy ilyen... eseményeket közvetítesz. Van egy ilyen Facebook profilom, egy barátomnak volt az ötlete még az első nagy járvány és lezárások idején, amikor mindenki kitalált mindenféle online tartalmakat, hogy azzal szórakoztassa a közönséget, hogy magyar irodalom ismert klasszikus műveit leközvetítem tulajdonképpen, mint egy sportkommentátor. Tehát a Velszi Bárdok volt az első, és aztán jött a Pál utcai fiúk, meg az Egri csillagok, meg a Tetemre hívás, meg a többi, és ebből csináltam egy ilyen kis összeállítást, és aztán ennek számomra egészen mámorítóan, meglepő módon elég nagy sikere lett, tehát rengeteg visszajelzést kaptam, hogy ez mennyire eredeti, vagy mennyire jó, és tanárok, például magyar tanárok írtak rám, hogy akkor ők ezt felhasználnák például az oktatásban, tehát hogy a Velszi Bárdokat, mint egy sporteseményt előadni a gyerekeknek, mert ez valamennyire hat rájuk. Úgyhogy aztán később ezt folytattam, és időnként még ma is csinálok egyet-egyet. Igen, mert hogy, és most hadd idézzem Bíró Krisztát a te kérdésedre adott válaszban, hogy kevesen gondolják végig, hogy a leírt formába kerekített gondolat maga az ember. Ez egy nagyon igaz mondat, és soha nem volt nagyobb szükség rá, hogy ezt komolyan vegyük így 2021 tájékán. Márai azt mondta, hogy csak az ember olvas. Ebből egy ilyen szállóigelet, ugye van is olyan könyvkiadó, aminek ez a mottoja, de hát ehhez nyugodtan hozzátehetjük, hogy csak az ember ír, és csak az ember önti formába a gondolatait. Én a költészetet elsősorban egy nagyon-nagyon fontos és komoly játéknak gondolom, ami talán egyidős a beszélt nyelvvel, és az, hogy nekünk van egy olyan szerencsénk, hogy egy olyan nyelvet birtokolunk, amit ugye nagyon kevesen ismernek a világon, viszont talán minden egyéb nyelvnél több lehetőség van benne, hogy a ritmussal és a nyelv színeivel játszunk. Én azt gondolom, hogy ez például egy hihetetlenül jó kihívás. Tehát az, ami 300 évvel ezelőtt volt a magyar költészet, vagy ami ma, az egyformán fontos és jó, mert mindig ugyanazt használja, hogy az emberi ritmusérzéket és az asszociációs képességet használja arra, hogy megfogalmazzon olyan dolgokat, amik te benned is, bennem is, mindenkiben minden nap felmerülnek. Csak egyszerűen ad neki egy olyan formát, hogy ettől még szép is lesz, vagy ötletes, vagy egyedi. És szerintem ezért érdemes, és ezért kell verseket olvasni, és én, aki gyakorlatilag ugye a beszélt szövegből élek, mert az a dolgom, hogy folyamatosan közvetítsek, én úgy tudom magam valamilyen módon fejleszteni ebben a dologban, hogy igyekszem minél többféleképpen használni a nyelvet. És nekem a versek erre tökéletesek. A következő szint nem lehet más, mondom én, mint egy kötet. Gondolkodsz ebben? Nem. Az igazság, hogy mondtam az előbb, hogy én nem tartom magam költőnek. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy ő kiadja a verseit, ahhoz egyrészt sokkal többet kell írni, másrészt pedig valószínűleg egy kicsit mélyebb
nagyobb elmélyülés kell ebben. Fantasztikus költőink vannak, én nem gondolom magam méltónak. Jól lehet az, hogy mondjuk egy irodalmi lap jónak találta ahhoz a versemét, hogy leközölje, ez egy jó visszajelzés. Hát ez szerintem természetes lenne. Nos, hát ugye én azt gondolom, hogy egy egész estét is tudnánk erről beszélni, viszont hát szűkre szabott a műsoridőnk, ezért most egy meglepetéssel készültem, egyszerűen átnyújtom ezt, és válassz egy verset, légy szíves, és olvasd fel nekünk, hiszen olvassak. Azt hiszem, hogy ez a méltó befejezése. Uh-huh. Hát, ha ezt előre gondolkoztam volna, akkor sem tudtam volna szerintem eldönteni. Ugye 5 versemet közölte le az Élet és Irodalom, és van közte olyan, ami, ahogy te is mondtad, közéleti felhangú, és mégis most inkább azt választanám, ami egyrészt a legrégebbi ezek közül, másrészt pedig ennek is ugye valamennyire azért az én másik életemhez van köze, vagy a másik munkámhoz. Annak idején egy blogban páran írtunk rendszeresen sportverseket. Tehát ismert verseknek, vagy költőknek, vagy daloknak a parafrázisát kifejezetten a sportból merítve. És az egyik ilyen versen volt ez a bizonyos Azok a szép napok című, ami az ismert dalnak, amit ugye szurkolók szoktak énekelni a lelátón, annak egyfajta parafrázisa, és egy picit talán azt gondolom, hogy mindez, amit én az életről gondolok, az is benne van. Úgyhogy akkor most legyen ez. Hajrá. Jó? Hajrá, mondom én. Azok a szép napok szurkolói ének öreg fiúknak. Kerítésen délután átmászva, betonba szőtt fűcsomók között, a sorssal vígan tétre kapufázva, kicseleztünk nyarat és ködöt. Az volt a szép idő, a játék, mint a nő, kacéran várt, miénk lett perc alatt. Ma már nem érem el, az emlék érdekel. Egy győzelem a régi fák alatt. A gondnokot a barna köpenyéről felismertük futás közben is, s a közénk állt a füllett férfi szívről mesét mondott indítása is. Az volt a nagy tudás, ritmusra indulás, a labda fel se néztél rád ragadt. Néha még várom én, lyukra fut szép remény, az érzés él, de hit már nem maradt. Az öltözőben villanygyújt az alkony, fröccsbe oltott mesét kortyolunk, foszlott mezem lámpafénybe tartom, kiszínezett meccsriport vagyunk. Ez van, mert ez maradt, zuhanyrózsák alatt az emlék, mint a szappan körbejár. Jön majd az új idény, rutinból húzom én, az ősz csak int, és leslement a nyár. Köszönöm szépen. Én is. És hát ezek nem rutinból születtek, azt tudjuk. Köszönöm. És én bízom benne, hogy a közeljövőben több verseket is olvashatjuk. Köszönöm Mindennek szépen. Mindennek rendelt ideje van, tudjuk ezt jól. Köszönöm szépen, Ákos. Én is. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!